Hellóztok, itt vagyok egy újabb Terraria folytatással, és ezt a részt kezdjük egy obszidián generátor megépítésével, ugye, mert az előző részben felszedtünk pár szép darab Hellstone-t, és ezeket jó lenne átcsinálni egy Hellstone bárra, ami a Hellstone bárhoz viszont kell obszidián. És hát obszidiánt ugye találhatunk itt-ott, ahol esetleg úgy generált a világ, hogy ráfolyt egy kis víz a lávára, vagy esetleg egy kis láva a vízre, vagy esetleg össze, tök mindegy. A lényeg az, hogy keletkezett obszidián, és ezt kereshetjük, vagy elindulhatunk láva után kutatni, és akkor egy vödör vízzel, ahol találunk, azt ott megcsináljuk obszidiánnál. De én inkább azt mondom, hogy készítsünk egy obszidián generátort, ugyanis sokkal inkább megéri, mivel az akármikor, amikor csak szükségünk van rá, használhatjuk, és viszonylag gyorsan is tudjuk kitermelni hozzá. Egyszer kell csak megépíteni, és onnantól kezdve már bőven tudunk termelni belőle. Ugye először is ami a dolgunk, hogy lecraftoljunk két darab vödröt. Egyébként ezeket a vödröket fel is lehet húzni ide a fejünkre, és akkor hát ilyen remekül fogunk kinézni. Ad egy defense-et, de semmi egyéb. Nem erre fog nekünk kelleni. Hanem, hogy lemenjünk, és akkor szerezünk egy vödör vizet és egy vödör lávát. És akkor ebben megépítsünk egy obszidián generátort, akár itt a felszínen. Na. Hát akkor nézzünk is utána. Itt már is találtam egy kis vizet, úgyhogy hozok is innen egy vödörnyit. És akkor már csak a netherbe kell leugranunk egy láváért. Au. És persze, hogy bevakított. Ez kell. Ezt a démont innen egy kicsit el kell hessegetni, még mert itt akármi nagyobb gondot okozik. Jó. Szuper. És egy vödör láva. Pont egy vödör, úgyhogy menjünk is a felszínre. Wow, epic! Szóval, most már csak azt kell eldöntenünk, hogy miből építsük ezeket a tartályokat. Hát ugye van sok kövem, viszont a kő az nem egy annyira szép anyag, úgyhogy mi lenne, ha kőtéglából csinálnánk. Szóval akkor itt egy greyblick, és egy ilyen, úgy látszik, hogy valami koszos tégla, az nem is tudtam, hogy ezt így kell készíteni, de mindegy, most nekünk nem is erre lesz szükségünk, hanem egy szimpla greyblickre. Ebből egy csomó tudunk csinálni, és csak két kő kell hozzá. És hát szerintem jóval jobban néz ki, hogyha kőből építenénk. Jó, kb. 200 elég is lesz, amikor majd kelleni fog, akkor majd mindig lesz itt kéznél. Ezen kívül kell nekünk egy kis üveg is. Mennyi üvegem van? Ez pont elég is lesz. És összvisz ennyi, és persze egy kis fa kell még. Na jó, hova építsük akkor ezt az obszidián generátort? Legyen. Legyen itt valahol a felszínen, ha bár itt ugye egy ilyen fafarmot terveztem. Akkor legyen itt a másik oldalon az obszidián generátor. Ugye ennek egy elég nagy kiterjedése van, vagy hát tulajdonképpen ez tőlünk függ, hogy mekkorára akarjuk építeni. Legyen itt. Először én itt megépítek egy kisebb emelvényt. Azért, hogy könnyű legyen prezentálni, mint hogyha inkább föld alá tesszük. Másrészt azért, hogy ne akadjunk bele mindig, amikor itt elmászkálunk ebbe az irányba. Úgyhogy ezért érdemesebb inkább egy magas pontra építeni. Másrészt meg nem akarom kiásni annyi blokkot ott a föld alatt. Most miután ez megvan, építenünk kell egy ilyen nagy négyzetet. Ugye ez arra lesz jó, hogy az obszidián generátornak a tartályait megcsináljuk. A lényeg az ugye, hogy legyen két tartály, az egyikben láva, a másikban víz, és ezeket középen összefolyassuk, és a ott keletkező obszidiánt ki tudjuk szedni. És hát végül is minél nagyobbra csináljuk, annál többet fog tudni raktározni vízből meg lávából, és ez végül is jó, viszont én nem szeretek olyan nagyokat csinálni, ugyanis eléggé időigényes ezeknek a feltöltése, még ha ilyen
kicsi is, így idézőjelek között. Szóval maradnak nálam körülbelül ezek a méretek, így is elég effektíven fogja tudni majd termelni az obszidiánt. Jó, ez itt 14 széles, és akkor itt is próbáljam megcsinálni egy 14 széles tartályt. Jó, itt is megvan a 14 szélesség. Ez itt fölösleges, akkor ezt itt le is szedem. Oké, remek. Most már csak befedem, és végül is kész is van a két tartályunk, még egyelőre így egybefolyatva. Jó, ezek után már csak meg kéne építeni egy kis beadagoló részt, ugye, ahonnan be tudjuk folyatni a vizet meg a lávát. Ezt fentre kéne megcsinálni, azonban ahhoz, hogy egy kicsit könnyebben használható legyen ezért, én építek neki egy külső keretet is, ahonnan így fel lehet mászkálni. És akkor majd, és akkor legalább egyrészt jobban is fog kinézni, másrészt meg így könnyebben lehet majd használni. Most már jöhet a beadagoló rész. Mint láthatjátok, ez körülbelül valamilyen kampószerűségnek kéne, hogy kinézzen. A lényeg az, az egész obszidian generátornak a lényege az, hogy ugye duplikálnunk kell a vizet is, és a lávát is. A vizet meglehetősen könnyű, a lávának egy picit más a fizikája, tehát lassabb, úgyhogy azt egy kicsit másabb, és emiatt szerintem egy picit hosszabb idő is. Annyi a lényege, hogy van ez a kampó, ezt elég sokféleképpen meg lehet valósítani, és hogyha ennek a tetejére ráteszünk egy vizet, akkor az az egyik irányba és a másik irányba is folyni fog, és az egyik irányba lefolyik oda a tartályba, és ott növeli a víz, a tartályba lévő víznek a mennyiségét, és a másik irányba pedig újra visszafolyik ebbe a kampónak a egyik csücskébe, amit mi ki tudunk szenni, és akkor újra tudjuk duplikálni. És gyakorlatilag ezen alapszik az egész, és ezt kell megcsinálni sokszor, hogy feltöltődjön a tartály vízzel és lávával. Na, hát gyakorlatilag készen is van, nem is volt olyan bonyolult, mint láthatjátok. És akkor nézzük is meg. Megfogom, oda teszem a csücsökre, megfogom, oda teszem, és akkor az egyik része visszafolyik, a másik része pedig be a tartályba. És hogyha ezt elég jól csináljuk, tehát hogyha meg tudjuk azt csinálni, hogy megfelelő gyorsasággal kattingatunk ott a tetején, akkor ezt úgy tudjuk tölteni, hogy mindössze csak egy helyre kell kattintanunk, arra a kis csücsökre, ahová duplikálni szeretnénk a vizet. Gyakorlatilag ugyanilyen módon kell a lávát is megoldani, azonban hogyha teszünk még oda feljebb egy kis csücsköt, akkor akár azt is elérhetjük, hogy magasabbról tudjuk ezt a vizet így befolyatni, tehát nem muszáj, hogy nekünk ilyen mélyen álljunk oda a tartályba. Ezen kívül vízduplikálásra és lávaduplikálásra is az a nagyon jó taktika, hogyha minél többet
kell így szétágazni a víznek, mint itt láthatjátok, tehát itt most két esetben teheti ezt meg. Tehát egyszer, amikor lefolytjuk és beesik oda, másodszor, amikor ráesik arra a kis tüskére, ott azon a ponton, amire eddig tettem a vizet, akkor kétszer olyan sok vizet fog majd tudni így duplikáltatni magából. És így minél hosszabbra csináljuk ezt a sávot, hogy minél többször akadjon meg lefolyás közben, annál több és több vizet fog kieleszteni. És ez a lávára is igaz, szerencsére. Később, ha lejutunk a dungeonbe és megszerzünk a mechanikot, akkor lesznek majd pumpáink, és annak segítségével tudunk készíteni ilyen automatikus obsidian generátort, ami annyiba különbözik ettől, hogy nem nekünk kell ezt a lávát így belepakolgatni, hanem automatikusan feltöltögeti. És ez végül is tök jó, csak hát akkor már annyira nem lesz szükségünk obsidianra, hogy ezért valóban érdemes legyen ilyen nagy fejlesztéseket csinálni, de akár megtehetjük. Na mindegy, szóval ha ügyesek vagyunk, akkor elkaphatjuk azt a pillanatot, amikor már éppen lefolyt a láva oda a tartályba, viszont még nem folyt el teljesen arról a blokkról, ahová letettük, és akkor elvileg úgy is meg lehet csinálni, hogy nem is kell lenyúlni ebbe az alsó fennmaradt kis láva tárolóba, hanem elvileg csak erre az egy blokkra kéne kattingatni, és akkor úgy is tudnánk szépen duplikálni, de szerencsére itt van nekünk, hogyha esetleg nem sikerülne elkapni egy pillanatot, akkor azt itt most újra tudjuk pótolni. Úgyhogy ilyen módon fel lehet tölteni ezt a két tartályt. Ezen kívül, hogy még egy kicsit gyorsabb legyen a dolgom itt a feltöltésben, építek ilyen kis pontokat, amik szintén megállítják a vizet és kényszerítik arra, hogy még két részre folyjon, vagy a lávát, és akkor ezzel megint csak azt tudjuk nyerni, hogy több láva tud egyszerre lejutni egy ilyen duplikálásból. Úgyhogy ilyenből minél többet csináltok, annál több és több láva fog lejutni. Én ebből kisztek így egy pár darabot, de ennyi nekem bőven elég is. Ennek a mintájára tényleg akármennyit lehet készíteni. És akkor nézzük meg, hogy szuperál ez így. Kicsit belekezdtem a hátterének a megcsinálásába, de inkább most akkor nézzük inkább ezt a vízduplikálást. Szóval próbáljátok elkapni egy ilyen pontot, amikor csak elég kattingatni erre az egy blokkra, és akkor szépen felveszi, leteszi a vizet, felveszi, leteszi, és akkor mint láthatjátok, remekül duplikálják ezek a blokkok, amikor így szétfolyik rajta a víz. És így már egész gyorsan telik az a tartály. Na, egyelőre ennyit töltöttem fel a két tartályból, most szétütöttem ezt a dirt blokkot, és akkor láthatjátok, hogy már is egy obszidián keletkezett itt, ahol összefolyt. Ez nem feltétlenül középen fog összefolyni, de a lényeg az, hogy itt az obszidián. És akkor ezt már csak szedhetjük ki, és mint láthatjátok, remekül nőnek az obszidiánjaink. És igen, ez a folyamat, ez már nagyon gyorsan megy, tehát itt szinte percek arra lehet szerezni obszidiánok százait, úgyhogy baromi jó. A feltöltegetéssel mehet el az idő, de hát még így is úgyis izgalmasabb egy ilyet csinálni, mint hogy azt nézzétek a videóban, hogy keresgélem valahogy a föld alatt az obszidiánokat. Egyébként amit megtehetnék még, hogyha már hoztam az üveget, csak elfelejtettem betenni, hogy itt, ahol bányászom ki az obszidiánt, körülötte körbeteszem üvegekkel, hogyha esetleg véletlenül félre bányászok itt a obszidián szedése közben, akkor se a víz, se a láva ne folyjon ki, mert ugye, hogyha üveget megpróbáljuk pikex-el kiszedni, az nem igazán fog menni, úgyhogy nem áll fenn az a lehetőség, hogy vetlő rákattintok valamilyen blokkra, és akkor kiszedem és kifolyik, vagy a lába, vagy a víz. Úgyhogy már is van 60 darab obszidiánunk, amitből már meg is nézhetünk, hogy esetleg miket lehet kihozni. Vissza is megyek, és habár ugye úgy van, hogy 4 hellstone ore kell
egy obszidiánnal, hogy meglegyen ugye a Hearthstone bár, főleg úgy, hogy kevesebb Hearthstone-unk van. Ráadásul a Hearthstone bár nem is itt kell ennél a furnace-nek kiégetni, hanem a Nether-be lévő Hellforge-nál. De amit itt le akarok craftolni, ez nem más, mint az Obsidian Skull, ami hát azon kívül, hogy ad egy defense-et, immunisat tesz minket a fire blokkoknak a sebzésére, tehát például a Hellstone, meg a Meteorite órok, amik ugye itt a földön vannak. Ez 20 darab Obsidianba kerül, de mivel van bőven Obsidianunk, az elej is craftoltam egyet, valószínűleg jól fog még jönni nekünk. Főleg úgy, hogy tovább lehet craftolni egy Obsidian Shield-é, ami meg pláne jó. Na, meg is érkeztem. Többször igazából nem akarok ide lejönni egy ilyen kiégetésért, úgyhogy nem is tudom, hogy múltkor miért nem szedtem ki innen. Na, nézzük csak. És igen, itt van Hellstone bár, kell hozzá 4 darab Hellstone és 1 darab Obsidian. Úgyhogy készítsünk is egy párat. Kérdez, kemény 8 darab Hellstone bárunk. Most veszem észre, hogy ott felettem is van egy pár darab, úgyhogy ezeket érdemes kiszedni, ezeket az egyik legjobb, amik itt vannak így a Nether épületei mellett. Körülnézek még itt egy kicsit, hát vannak még a közelben egy pár Hellstone, amit még itt ki lehet szedni. Utána kiégetem őket itt, utána azt hiszem megyek fel a felszínre. Jók ezek a Netherbe való épületek, mert azért mégiscsak tele vannak ilyen urnákkal, amikben hát nagy rész Hellfire Arrow van, meg hát Light kristályok is vannak itt bőven. És most van meg először a 400 életünk, és ez remek, ez a legtöbb élet, amit így életkristályokkal fel lehet szedni. Ilyentől kezdve, hogyha felszedek életkristályt, akkor azt nem is tudom felhasználni, csak így felmutatni a levegőbe ugyanúgy, mint eddig, de hát többé már nem használódik. De innentől kezdve már jönnek azok az erősebb ruhák, amik bizony jó sok védelemmel látnak el minket. Mint például most, hogyha meg lesz végre a Molten set. Baromi jók ezek a Hellfire Arrow-ok, amiket itt lehet szerezni. 10 damage-et is adnak, és 600% kritikájuk van. A 10 damage-et még azon felül van, hogy a mi általunk birtokolt íj az mennyit sebez, úgyhogy tök jó. És ráadásul még a Hellfire Arrow-oknak van egy olyan sajátosságuk, hogyha ellövi az ember, akkor felrobban, és egy körülött egy megadott területen sebez. És ez egy tök jó dolog, mert így boss fightokra ez például egy baromi jó dolog, de egyébként is gyakorlatilag minden millisebzésű ellenségre is jó. Egyedül a repülő ellenségek ellen lehet egy kis gond. Feljöttem lecraftolni még a Flamerangot, ugye ezt írtam is az előző rész kommentjébe, hogy ezt mindenféleképpen tervezem lecraftolni ebbe a részbe. 32-es sebzésű és egy ranger fegyver, habár nem olyan, mint az így, de ehhez viszont az a nagy pozitívum, hogy nem kell hozzá lőszer, 6%-os ennek is a kritikája, és elég távolra is elér ez az előző boomerangokhoz képest. Ezért volt jó a boomerangunk, az Enchanted boomerangunk, amit régen találtunk, ugye, mint említettem, ezt még tovább lehet craftolni egy ilyen flamerangga, és ezért örültem meg már múltkor is akkor úgy ennyire neki, hisz ez a flamerang ez most egy hihetetlenül erős fegyver. Szia, Nyuszi, látni szeretnéd az új fegyverem? Ezt nem hagyhattam ki. Na jó, viszont már kezdenek elfogyni nem csak a Hellstone-jaink, hanem az obszidiányaink is lassan, úgyhogy itt az ideje, hogy szerezünk még egy kis obszidiánt plusz, az obszidián generátort teljesen befejezzük, ugye még a dekoráció része hátra van, tehát nem fejeztem be teljesen azt a hátteret, amit ugye elkezdtem. Úgyhogy ennek is most neki is állok, na. Nos, hát ezek egy időre feltöltögetve, gyakorlatilag így pont egyelő van mind a kettőben. Egyébként lávába egy kicsit többet is tölthetnék, ugyanis a láva sokkal gyorsabban fogy. Ez szintén abból adódik, hogy a kicsit más a fizikája. Most pedig akkor szedjük ki ezeket az obszidiánokat. Nos, hát a láva gyakorlatilag el is fogyott, és a vízből még viszont bőven van. Össze is szereztem 221 darab obszidiánt, és ez tök jó dolog. Ez így már bőven elég lesz olyan sokáig, hogy szerintem fel se fogjuk tudni teljesen használni, de hát tartalékban mindig jó, hogyha van. Esetleg potionölésre, vagy hát ki tudja még. Na, már csak Hellstone hiányba szenvedünk, úgyhogy
vissza a Netherbe, előtte lepakolok, meg viszek egy pár potiont, és akkor talán még gyorsabban fogom tudni szerezni a Hearthstone bárokat, mint eddig. Amilyen potionok nekünk kellhetnek, azok az Obsidian Skin Potion és a Water Walking Potion. Nos, hát nekünk egyelőre sajnos csak Water Walking Potionünk van, de hát ez is egyelőre elég lesz. Obsidian Skin Potion is tudunk craftani, azonban nem olyan fontos. Ezen kívül ugye jól jöhet még ez a Skull, ami ad nekünk olyan tulajdonságot, hogy nem égetnek a fireblokkok, és már így is elég jól tudjuk szerezni a Hearthstone órokat. Úgyhogy azt hiszem itt az idő, hogy fel is használjam a Water Walking Potion, és akkor nézzük. Tadá! Lává járok, tök jó. Igen, így már egy fokkal könnyebb lesz kiszedni ezeket a Hearthstone-okat. Habár még továbbra is itt vannak a démonok, meg a slime-ok, stb. Amik itt még nehezítik a járkálást. Érdekes, hogy még egy se volt vudus. Mindegy, majd idővel csak jön, mikor kell neki. Na jó, mindegy, én akkor itt most inkább csinálok egy videóvágást, vagy egy gyorsítást, hogy még ebben a részben meg lehessen az egész Molten set. Ugye, mert ahhoz rengeteg Hearthstone-t kell kiszednünk. Na ezután a huzamosabb időbányászás után már talán egy pár Hearthstone bárral már elég lesz, ha bár most is majdnem megdöglöttem. Épp egy lávába estem bele, ugyanis annyit bányáztam, hogy elfogyott mind a két Water Walking Potion-om. Viszont lett 212 darab Hearthstone órunk. Ezt el kell osztani 4-jel, és akkor megkapjuk, hogy mennyi Hearthstone bárt szereztünk meg. Na, itt az idő, hogy kiszedjük és felvegyük ezt a Hellforge-ot most már végre. És itt az idő, hogy kicseréljük a régi kis kemencénket. Jó. És kész. Milyen remekül fes most a house-ikunk. Jaj, nem ezt akartam, igen. Szóval, ezt szeretném mondani neked, ezért mennyit adsz? Hát nem valami sokat, de legalább ez is valamennyi. És akkor égessük ki azokat a Hearthstone bárokat. Ebből már egy pickaxe minimum kijön, és ugye pickaxe az kell nekünk, mivel azzal tudjuk felgyorsítani azt, hogy minél gyorsabban tudjuk kiszedni a következő adag Hearthstone ort. 54 darab Hearthstone. Na és kell az obsidian nekünk még. És akkor nézzük csak, hogy mik jönnek ki. Egy szimpla kis üllőnél le tudjuk ezeket craftolni. Egy gatya, egy melvért és egy fejvéd. Plusz egy balta, egy pickaxe és egy kard. Ezeket egyébként, ha valaki nagyon szerencsés, akkor találni is tudja. Mi például találtunk már ilyen Fiery Gatesword-ot, de az még tényleg nagyon régen volt. És persze egy Molten Fury is, ami majd kell a bossoknak a legyőzéséhez. Egyébként ez a kard 36-ot sebez, és ez egy elég jó sebzés. Míg a Molten Fury csak 29-et, ha bár ez egy Ranger fegyver. Tehát hozzá kell adni még a veszőnek a sebzését is, ami mondjuk egy Hellfire Arrow-nak a esetén 10, plusz egy ilyen területi sebzés. Először is lecraftolok egy ilyen Fiery Greatsword-ot, ugye mert alap esetben gyakorlatilag csak pár-pár ellenséget találkozunk, amiknek a nagy rész repülő, és már tudjuk úgy repülő, hogy repülő egység, tehát hogy nem olyan repülő, de értitek. Szóval, és azokra hát egy mini fegyver jóval jobb. És nézzétek meg, ez most mennyire jól néz ki. Sajnos egy ilyen root lesz forcsa rajta, ami azt eredményezi, hogy mínusz 10% knockback van rajta, viszont plusz 17% damage. Úgyhogy ez tök jó végül is, az a damage, ha bár jobban örülnék mondjuk egy legendary forge-nak. Ugye, mert Milin ez a legjobb. Szerbusz, tűzébe mutathatom a legújabb fegyveremet. Szegény nyulak. Jó, innentől kezdve nem tesztelem rajtuk a legújabb fegyvereimet. Bár a legjobb célpontokra. A következő a madár lesz. Jó, hát és gyakorlatilag sajnos ezzel el is fogytak a lehetőség. Még mindig maradt egy pár darab Hearthstone bárunk, ha bár azonban ez sajnos már nem elég több molten felszerelés lekraftolásához, de ez is elég jó. Úgyhogy a következő dolgunk, hogy még több és még több Hearthstone ort szerezzünk. Úgyhogy én megyek is vissza, és hozok még fel egy pár Hearthstone ort. Na, visszatértem egy újabb nagy adag Hearthstone-ra. Kiveszem ezt a skullt, mert erre már nem is lesz szükség többet. Nézzük csak meg, van 250 plusz 67 darab Hearthstone-om, ami egy remek dolog. És akkor most szépen égessünk. És még így csapolynak le az obszidiányaink. Tök jó. Maradt egy Hearthstone-órunk.
Na hát, akkor kezdjük is lecraftolni a felszereléseket. Ez ad a 7 defenzet, ez meg a 9 defenzet. Hűha, az igen, itt már azért nagyobb különbség vannak, mint egyébként a tier, az alsóbb tírek beli ruháknál. Itt már azért elég jókat ad, ezért 8 defenzet ad, ez például csak az a fejvéd. Úgyhogy szépen craftoljuk is le ezeket, szép sorba. És ezzel újra elfogytak a hellstone-jaink sajnos. Jó, a fejvéd megvan. Először kiveszem ezt, hogy megnézhessem mi a set bónusz. Valami millispeed, ha jól emlékszek. És akkor most már így nézünk ki egy teljes molten setbe. Tök jó, ilyen, van egy kis égési effektünk, úgyhogy baromi jól néz ki már ez a set. Plusz ezzel a karddal, hát. Igen, plusz 17% extra millispeedet ad set bónuszként. Ami tök jó, főleg úgy, hogy egyelőre milli karakterek. Milli karakterként vagyunk. Hát elfejlődve. Hát a függetlenül le kéne craftolni ezt a Molten Fury-t is. Wall of Flash-hez plusz a Skeletronhoz is. Na, hát akkor el is adom ezeket a Shadow felszereléseket. Erre többet igazán nem lesz szükség. Maximum, hogyha csak így kiszeretnénk tenni díszként. De egyelőre többet ér a pénz, majd hogyha később ennyire dekorálni akarunk ilyen ruhákkal a házunkat, akkor majd újra lecraftolom, ez semmiből nem áll. Ennek van értéke? Ennek nincs is értéke, akkor ezt el sem adom az obsidian téglát. Egyébként azért könnyebb lett a Nether ahhoz képest, ami volt a régebbi verziókban. Akkor most ez így az obsidian téglára jutott eszembe, ugyanis régebben minden egyes ház Hellstone Brickből volt, ami azt jelenti, hogy minden egyes ház égetett, hogyha ráléptünk, és az, amikor bejöttünk a Netherbe, ez elég komoly akadályokat jelentett. Na, hol is meg, basszus, hát nem is ide akartam jönni. Ide fel az Amzillerhez, hogy megvegyem a minisárkot. És most már van rá bőven pénzünk. Na, minisárk. Igen, hát 6 Ranger Damage, 6% kritika, és ez is olyan, mint az így, tehát hozzáadódik a lőszerünknek az ereje a fegyver erejéhez. Úgyhogy érdemes jó erős töltényeket használni hozzá. Na, nézzük is meg, hogy hogyan működik ez. Mint láthatjátok, azért elég észhorja az áldást. Tök jó dolog. Szinte ezért mondom, szinte már gépfegyverként funkcionál a játékban. Erőt eszembe, hogy ha jól tudom, akkor veszek hozzá egy kis töltényt, hogy legyen mivel lövöldözünk, is van egy csomó pénzünk most már rá. Töltény az nem kerül sokba. Szóval erőt eszembe, hogy a következő verzióban, ha jól tudom, AK-14-től kezdve Uzi-ig mindent szándékoznak behozni, ami lehet, hogy egy kicsit furán fog hatni egy ilyen Mega Shark mellett. De tudom, hogyha jól tudom, akkor ezeknek is lesznek ilyen különböző fejlesztése, ilyen jeges minisark, meg tüzes minisark, vagy hát sark. Ezeknek a nevét még pontosan nem tudom, viszont elég érdekesnek tűnik egyelőre. Úgyhogy kíváncsi leszek majd, ha kijön, akkor ez most hogy fog megvalósulni. Leginkább erre a fizikákra leszek kíváncsi, hogy a víznek meg a lávának, hogyha így megváltoztatják a fizikáját, akkor hogy a fenébe fogunk csinálni olyan hasznos dolgokat, mint például lecsapolni egy-egy tavat, vagy esetleg a tengert, hogyha éppen kell. Na mindegy, ez majd a következő verzió története lesz. Először is beteszem ide ezt az Obsidian Skullt, ide olyan tárgyaim közé, amit nem akarok használni, viszont lehet, hogy a későbbiekben jók lesznek. Mondjuk ez az Orb of Light, ezt nem hiszem, ezt akár el is adhatnám. Ezért egyelőre még nem dobálom el. A két vöd, sőt, több, a két vödöt nem is ide fogom tenni, hanem átviszem oda az Obsidian generátorba. De hogyha itt tartok, akkor lecraftolok már egy hordót nekik, hogy legyen hová tenni. Eldobtam. Na, ide le is teszem, sőt nem is ide, hanem inkább átteszem ide középre. Itt jobb helyen lesz ez a hordó. Ide beteszem a két vödröt, hogy mindig kéznél legyen. És szerintem itt az idő, hogy befejezem véglegesen ezt az obsidian generátort. Na, lassan kész is vagyok vele. Mint láthatjátok, feltöltöttem már szinte majdnem teljesen a lávát. Kicseréltem itt ezeket a elemeket üvegre. Ugye, mert hogyha elkezdem itt bányászgatni az obsidiant, akkor
Hiába próbálom szétütni ezt az üveget, ezért nem fog szétesni, tehát nem áll fenn a kockázat, hogy félreütök és kifolyik a láva mondjuk rám. Plusz befejeztem a hátterét, és azt hiszem, hogy ezzel egy kész is van ez az obsidian generátor. Ennyiből látjátok, gyakorlatilag nem bonyolult, ennek persze vannak sokkal egyszerűbb megvalósítási változata is, habár egy kicsit itt figyeltem arra, hogy valami minimálisan jól nézzen ki, hogyha már egyszerűen ilyen nagy és obsidian generátor. Na jó, azt hiszem, hogy lepokolom itt a cuccaimat, például elsősorban leteszem a muskétámat, ugyanis most már emellett a minisark mellett nem tud annyira érvényesülni, hogy finoman fogalmazzak, és visszaugrok a Netherbe, hogy szerezzek még egy pár darab Hellstone-t. Húha, hát most is a legjobbkor sikerült feljönnöm, ugyanis majdnem most is meghaltam egy nagy adag lávába. Mint láthatjátok, attól függetlenül, hogy van egy jó kis égő ruhánk, a tűsebzés, hogyha elkezdünk égni, továbbra is megmarad. Most is kiszedtem több mint 100 darab Hellstone-t, úgyhogy csinálok is belőle Hellstone bárt. És akkor nézzük azokat a felszereléseket, amik még nincsenek meg. Hát, jöhet elsősorban Molten Fury. Ugye ez elengedhetetlen egy-egy nagyobb boss fightnál, sőt, hát igazából nem is tudom, hogy a más valami jobb módon, hogy a fenébe lehet legyőzni a Wall of Flash-et. Úgyhogy már ezt a Wall of Flash-ért is érdemes ezt legyőzni. Ja, hát minisárkkal mondjuk, azzal egész jól lehet sebezni. És hát itt van a Hellfire Arrow, ami kell a nekünk a Molten Fury-ba. Kell darab, egy darab Hellstone bar, 10 normális nyíl és egy darab, vagy 5 darab fákja. Úgyhogy most itt az idő, hogy lecraftoljunk egy jó párat. Na hát most folytak el a Hellstone bárjaim, viszont van egy csomó Hellfire Arrow-om, úgyhogy keresünk is egy áldozatot, amin kipróbálhatjuk. Nyuszi... nem. Keresünk egy másik célpontot. De bezeg ilyenkor senki nincs itt. Na, itt egy madár végre. Adjak valam lövészet. Nem talált. Ja, meg nem is Hellfire Arrow-val lövök most. Egyébként a Molten Fury-nak a másik nagyon jó jellegzetessége, hogy azon kívül, hogy ilyen erőséget sebez, minden egyes normális kilőtt nyilat, amin semmi nincsen, tehát egy normális nyilat, alapból tüzes nyílként fogja kilőni, tehát ez barom jó, nincs is rá szükségünk, hogy tüzes nyilakat készítsünk, és így sebezhetünk tök sokat vele. Most egy kicsit kicserélem Hellfire Arrow-val, és akkor nézzük meg, hogy hogyan lehet vele gyilkolni. Talán már jó van. Egy slime volt itt a célpont. Hát igen, megölte a nyuszit az én célpontomat, úgyhogy megérdemli a halált. Jó. Igaz, Wooden Arrow-ként kaphatjuk vissza, hiába lövünk ki normális tűzes nyilat. Ugye tűzes nyilat meg az a jellegzetessége, hogyha kilövődik, akkor... Ha vissza is adódik, akkor is csak tűzes nyíl és normális Arrow-ként adódik vissza. Sajnos szegény Molten Fury-nak sincs a legjobb forge rajta. Ez egy mínusz 14% damage, ami egy baromi szar dolog, viszont plusz 16% speed, ami hát valamennyire kiegyensúlyozza ezt a hibát, de még az sem annyira jó. Ami kell nekünk még egy-egy ilyen boss fighthoz potionok közül, az minimum az archery potion, ugyanis ez 20%-kal növeli a speedét, a nyilveszőnek és a damage-ét is. És ez 4 percig hat, ez egy tök jó dolog, már egy csomót találtunk, de készíteni se egy annyira nagy kunst. Ezen kívül ugye vihetünk még, hogyha meg akarjuk könnyíteni ma a dolgunkat, ilyen Battle Potion, meg Night Vision Potion-t, meg egyéb ilyen kis segítő potionokat, de szerintem erre ezekre nem lesz szükség. Jó, hát én azt mondom, hogy ilyen felszerelésekkel már megpróbálhatjuk legyőzni akár a Skeletront is még ezen a részen belül. Úgyhogy el is indulok. Potionokra nem lesz szükség egyelőre, mert úgyis visszatérek majd egyszer még minimum ide a házhoz. És mikor mentem a dungeonhöz, hát csak nézzétek, csak nem egy meteorithoz van szerencsénk. Úgy látszik, hogy pont ide zuhant le a meteorid. Na hát gyakorlatilag így néznek ki a meteoridok, az a tulajdonsága, mint a
Hearthstone-nak is, ha ráugrunk, hoppá, sebez. Habár csak 8-akat, de nem érdemes rajta sokat időzni. És ugye erről beszéltem még, hogy jönnek ezek a szaros meteor headek, amiket egy mozdulat lecsapni, de rohadt idegesítőek, mert csomóan jönnek is minden oldalról. Egy pár darab meteorit, ott kiszedek meteoridorot, hogy majd megnézzük, hogy miket lehet belőle craftolni, de ezért túlzásban nem szeretném vinni, ugyanis nem annyira jó dolgokat lehet belőle készíteni. A meteorit felszerelés is csak egy tírrel lejjebbi páncélzat, úgyhogy már sokkal rosszabb, mint maga a meteorit. Maga a molten szettünk. Nem tudom, minek kell ennyi meteorit headnek jönni, ezek olyan idegesítőek, semmire nem jók ezek. Csak így pénzt adnak, de még az se sokat. Aj. Abszolút csak így idegesítésnek vannak. Ráadásul az a baj, tök sokat sebeznek. És mindenen átszállnak, hogy még rosszabbak legyenek. De ez a meteorit head például honnan jött? Hát már rég elhagytuk a meteoritnek a becsapódását. Ja. Na mindegy, hát itt a dungeon. Ugye itt is azt kell csinálni, mint mondjuk az Eater of Earth-nek a legyőzésénél. Először is kivilágítjuk a területet, építünk egy minimális platformot, egy picit más elrendeződésben, mint az Eater of Earth-nél. De tényleg nem kell ezt a túlzásba vinni, ugyanis már olyan felszereléseink vannak, hogy szerintem platform nélkül is simán legyőznénk. Most veszem észre, hogy ezt mennyire elrontott a világ ezt a generálást, ezt hogy lehet ilyen rosszul generálni? Ezt a baloldát nagyon elrontotta, ugyanis ez az egyik dolog, hogy amíg le nem győzöm itt a skeleton, nem tudok lemenni oda a korútba, egészen a ládákhoz, meg a Shadow Warboknak a szétveréséhez. De ez így azért elég komoly hátrány lesz, hogyha miközben jön ez a skeleton, megpróbálják legyőzni, miközben ezek a szar metalit headek is ide fognak szádosni onnan. Tehát, hogy mindegy, azért csak nem jelentek akkor a kihívást skeleton mellett. De ez is ez se lenne, hogyha nem lenne ennyire szar a generálás. Na jó, hát akkor ide építsünk kb. Ide egy platformot. Könyörgöm, húzzatok már innen, na! Ez kész. Na jó. Nem is ebbe az irányba akarom építeni a platformot, inkább terjedjünk a másik irányba, az ott egy kicsit biztonságosabb. Na, egy ilyen platformnak a főbb jellemzője, sajnos elfogyott a fám is, úgyhogy vágnom kell innen egy párat, hogy az Eater of Earth ellentétben itt több szinten kell, hogy épüljön, vagy hát az a praktikus, hogyha több szinten épüljön, és ez a skeleton egyik támadása az, hogy ugye kezével csapkod minket, ugye ilyenkor jó, hogyha csak így tudunk vízszintbe ugrálni, viszont amikor így a fejével elkezd támadni minket így követni, és így pörögve, fú, nem tudom mi a fenét csinál, mint valami centrifugál teljesen így beőrül. Ez így most nem tudom mennyire elképzelhető, de a lényeg az, hogy ezzel a támadás elől jó, hogyha mondjuk le tudunk ugrani egy lejjebbi platformra, vagy feljebb tudunk ugrani, mert így megkönnyítjük a helyzetünket, hogy ki tudjunk térni előre. Úgyhogy így jobb több szintbe építeni a platformokat. Nem viszem annyira nagyon túlzásba, épp elég ez a három szint, lehet, hogy még talán sok is. Minden esetre ez így már egy biztos győzelmet ad, úgyhogy remélem ezzel sikerülni fog. Összi-szekora kiterjedése ennyi bőven elég ahhoz, hogy kellő könnyedséggel ki tudjunk térni előle. Mondjuk, nem tudom, én ilyet nem használtam már régen se, vagy legalábbis úgy próbáltam legyőzni ezt mindig, hogy nem építettem ilyen platformot, azonban így biztos, hogy sikeres lesz a legyőzése. Hát mivel ugye nappal nem tudjuk megidézni, ezért visszatérünk majd éjszaka, de addig lecsorom minden ezeket a könyveket. Úgyse használja senki, viszont én ebből csak jó kis dekorációt oda a házba. Még egy kicsit onnan lentről is felszedek egy párat, azonban nem akarok megdögölni a Dungeon Guardiantól. Úgyhogy innen csak ezeket a felső könyveket lecsórom, ebből már talán kijön egy könyves polc. Na még ezt, aztán menjünk haza. Na nézzük is csak. Egy könyves polcot ugye nagyon egyszerű készíteni, odállunk a sawmill elé, és hát igen, kéne egy kis fa hozzá. És hát fa úgy látszik, hogy nincs
túlságosan raktáron. Viszont milyen jó, hogy itt van ez a fa farm, úgyhogy kellő könnyedséggel akármikor le tudom ezeket vágdosni. Na, ennyi fa bőven elég lesz. Úgyhogy újra is ültetem szépen sorba. És akkor menjünk be, készítsük el ezt a könyves polcot addig. Szóval minden egyébként érdemes megnézni, hogy mikkel lehet készíteni, ugyanis rengeteg jó kis lakberendezési felszerelést tudunk készíteni. Jó, hát először elpakolom ezeket a növényeimet, meg egyébként is a felszereléseimet. Aztán nézzük ezt a könyves polcot. Egy újabb manakristály. És... könyves polc. Igen. Sajnos csak egy fér ki belőle, de az is jó. Még egy könyvet el kellett volna hoznom, és akkor lenne pont két könyves polcom. Úgy látom, ebben a szobában, ahová először is beterveztem ezt letenni, pont egynek van hely, úgyhogy tök jó. A többi könyvvel még el lehet játszani azt, hogy így szétszorjuk a lakásba ilyen kis wood platformokra. Elhelyezve. Na, például így szobákban milyen jól néz ki, hogyha ide teszünk egy nagy adag wood platformot, és így végigpakoljuk könyvekkel. Ez például egy jó kis dekoráló elem. Én itt minden házamba tettem, amikor csak volt könyvem. Na hát közben teljesen leszállt az éj, úgyhogy itt az idő, hogy elinduljuk és legyőzzünk a Skeletront. Azonban Iron Skin Potion még kéne magunkkal vinni, de sajnos nem volt több Ironom, ugyanis az összeset eladtam. Úgyhogy még le kellett ugranom nappal bányászni egy kis Iront. És így most már van 4 darab Iron Skin Potion, a többi Iront azt szintén elteszem ide, hogy esetleg még kell valamit belőle craftolni, akkor legyen. Fontos legyen egy Archery Potionünk, egy Iron Skin Potionünk, és ezen kívül összvisz ennyi. Még leves ne felejtsünk el vinni, ugye ez is egy elég fontos összetevő. És itt vagyok a dungeonnél, úgyhogy elérkeztünk ahhoz a nemes pillanathoz, hogy legyőzzük a Skeletront. És Curse! És itt van az a rondaság, az a csúnya Skeletron. Na, gyorsan fel a platform, hanem nem akarom, hogy itt a zombik meg a Metroid headek bezavarjanak, legalább ennyi időt nyerek ellenük. Ugye, mint láthatjátok, a kezekkel elkezd csapolni, próbáljuk kitérni előre. Itt ez, amikor így megtámad a fejével, ilyenkor jó, hogyha platformot tudunk váltani. Próbáljunk mindig a fejére koncentrálni, azt lőjétek ti is. Ha kezére fókuszáltok, vagy csak azt sikerül először megölni, azzal is végül is hát előny nyertek, ugyanis egy kézzel kevesebb, vagy hogyha a másikat is lelövitek, akkor gyakorlatilag kéz nélkül próbált titeket támadni, akkor viszont eléggé tehetetlen, úgyhogy szinte tálalva van, hogy megöljétek, az úgy már nagyon egyszerű. Viszont ahhoz, hogy biztos legyőzzétek, próbáljátok inkább a fejét célozgatni, és hogyha a fejét megölitek, akkor azonnal meghal az egész boss, tehát a kezei is azonnal meghalnak. Úgyhogy érdemes a fejét célozni. Már is egész jól állunk, mindössze csak 1000 élete volt, most már még kevesebb. Látjátok, ez a Hellfire alól annyira jól tud gyilkolászni, hogy gyakorlatilag alig kellett fogyasztanom belőle, és mégis milyen jól. Remek, már nagyon kevés az élete. És még egy lövés! És egy újabb boss legyőzve méghozzá a Skeletron. Itt a loot, oké, remek. Innentől kezdve nyitva a dungeon bejárata, úgyhogy indulhatunk azt is kifosztogatni. Másrészt egy újabb NPC csatlakozna hozzánk azonnal, ahogy még egy szobát építenék, ami nem más, mint a Closer. Tőle tudunk majd egyéb ruhákat beszerezni, ugye ez volt az az ember, akit itt el volt átkozva a dungeon előtt. Azonban én most mélyebbre nem mennék, ugyanis egy dungeon felfedezése elég nagy idő, úgyhogy majd a következő részben folytatjuk, addig is sziasztok!